Március 3-án reggel 6:30-kor kelt életre a Gemenci erdő bekamerázott fészke, amikor is megérkezett az idei első fekete gólya. Nem sokkal később egy kicsit rendezgetni kezdte új otthonát. Általában 35-40 fekete gólya pár költ ebben a Gemenci ártérben. Most úgy tűnik, hogy még csak ez az egyetlen van itt Gemencen. Általában kicsit később, március közepén szoktak megérkezni a fekete gólyák. Közel 7 éve kamerázták be a fészket abból a célból, hogy megfigyelhessék a madarak életét, milyen táplálékot hordanak fel a fészekbe, hogyan növekednek a fiókák, miért pusztulnak el a kicsik. A fekete gólyák ugyanis rejtőzködő életet élnek. Van a fekete gólyákra jellemző is, hogy nem nagyon tűrik a zavarást. A fehér gólyák azok szívesen beköltöznek egy faluba, és a falu közepén eléldegélnek. A fekete gólyákra ez nem jellemző, a legkisebb zavarásra is hajlamosak elhagyni a fészküket, és a következő évben már egy másik fészekben fognak költeni nagy valószínűséggel. Mivel a fészek új lakója nem visel gyűrűt, így a madarat figyelő szakemberek nem nevezték el. De Csontos Péter azt mondja, az internet népe mindig szívesen kereszteli el a fekete gólyákat, szerinte idén sem lesz ez másként. 2019-ben egyébként 2 jelöletlen fekete gólya foglalta el a fészket. Ők az Éliás és a Sára nevet kapták. 4 fiúka kelt ki a fészekben, de a szokatlanul hideg idő miatt elpusztultak, sőt a vihar a kamerát is tönkretette, így a közvetítés június 20-án leállt. Azóta a hibát kijavították, és néhány napja újra megkezdődött az élő közvetítés.